November 2-án megnyitott a kapuit a 16. Országos Mikulás Fesztivál Nagykarácsonyban, és egészen december 23-áig várja a látogatókat. A gyerekek nem csak a magyar Mikulással találkozhatnak, az idei esztendő újdonsága a Zöld Karácsony óriás társasjáték. Ebben a szekrényben őrzi a Mikulás a gyerekektől kapott leveleket. 15 év alatt több mint 59 ezer gyűlt össze. Ráadásul évről évre egyre többen keresik fel személyesen is. A gyermekek csodálatos tekintete, az a rengeteg csillogó szem, amely itt megnyilvánul, annál nagyobb és szebb visszajelzés számomra nem kell. A gyermekek szemébe továbbra is a szeretet és a rácsodálkozás az, ami megnyilvánul, és az a hit, hogy hisznek a szeretetbe. Magára hagyjuk a télapót, hadd végezze a dolgát, addig mi szétnézünk a házatáján. A Mikulás házatáján a gyerekek megtalálhatják a jóság kútját is, ennek pedig nem más a titka, mint az, hogy fölé kell hajolni, el kell mondaniuk, hogy ebben az évben milyen rosszaságot, illetve csíntevést követtek el, és hogyha ez megtörténik, akkor utána már tiszta lelkiismerettel mehetnek a Mikulás elé, és természetesen jár érte a szaloncukor. És hogyha a jóság kutyánál végeztek a gyerekek, akkor tovább mehetünk, ez pedig az ajándék ládikáknak a fala, úgymond. Meg is mutatom önöknek, ennek mindösszesen annyi a titka, hogy a gyerekek hoznak magukkal egy ajándékot, berakják az egyik dobozba, ide már látom, valaki behelyezett egy kis doboz figurát, és hogyha berakta az ajándékot, akkor kinyitogathatja a többi ládika egyikét, és amit benne talál, akkor az az övé lesz természetesen. Most mi bekukkantunk, és hát mit találtunk benne? Egy kis piros zsákocskát. De ezt most nem visszük haza, természetesen itt hagyjuk a gyerekeknek, és így a Mikulás bennünket sem fog megbüntetni. Az ide látogatók megismerkedhetnek a szarvasokkal és a csillagjárószánnal is. Ezen kívül Manó és Angyal kiállítás gondoskodik a felhőtlen kikapcsolódásról. Nagy karácsonyi embereknek a munkáiból tekinthetünk meg egy kis kiállítást. Van egy festőnk, aki gyakorlatilag másfél éve kezdett el festeni. Az ő képei vannak fönt a falon. Papné király Valériának hívják őt. Auxlaci bácsi, aki itt lakik nem messze tőlünk, ő gyufaszából készít különböző képeket, illetve alakzatokat, tárgyakat. Van egy várunk, vannak autóink, gyufaszából készítve, illetve kartonpapírból mozdonyokat készített. Tehát van egy ilyen kis közlekedési kiállításunk is az idei évben. Az idei év újdonsága pedig, ahogy már említettem, a Zöld Karácsony óriás társasjáték. Ezt a társasjátékot úgy alakítottuk ki, hogy a négy évszak, illetve a négy évszakhoz kapcsolódóan négy állat lakhelyét mutatjuk be. A tavasz, a nyár, az ősz és a tél. A tavaszban él a Süni, aki mindamellett, hogy ő neki ez a műhelye, ott a szelektív hulladékgyűjtés keretében a filmből készült tárgyakról a tájékoztatást, valamint ott egy kis játékot is kitalált a gyerekeknek. A nyárban él a béka, a tóban, itt a műanyag hulladékoktól való megtisztítása a tavainknak a fő mondanivaló. A gyerekeket arra kérjük meg, hogy egy kialakított kis tóból segítsenek a békának kiszedni a különböző műanyag tárgyakat, amit az emberek beledobálnak. A szeretett posta is itt működik Nagykarácsonyban, immár 22 éve. Az ország bármely részéről a postán jelzi, hogy Nagykarácsonyon keresztül szeretné a képeslapot vagy levelet elküldeni, akkor minden évben van egy új bélyegző. Az idei évben 75 éves a nagykarácsonyi templom, valamint 10 éves a Betlehem, és ennek a bélyegzőjét teszik rá a levelekre. A 16. Országos Mikulás Fesztivál tehát egészen december 23-áig kínál programokat a kicsiknek és a felnőtteknek egyaránt.